Börcsök tényleg tökéletes, mert nem a színészt látom, aki az eszközeivel megjelenít valakit, hanem csak ugyan mássá válik, miközben a játékában a véleményét is mellékeli erről a más valakiről, mint egy széljegyzetben. Így jelemezte Koltai Tamás kritikus Börcsökenikő egyik alakítását. Utoljára a 2020-as Zárójelentés című filmben láthatta a közönség, színpadon pedig egyik utolsó szerepe a Pesti Színházban bemutatott honderű Anna Maria volt. Börcsök 2021-ben hunyt el. A művész tiszteletére emlékkiállítást rendezett az Országos Színház Történeti Múzeum és Intézet. Sajnos egy nagyon rövid három évtizedes pályát mutat be a kiállítás, és azt gondolom, hogy tényleg az volt a célunk, hogy bemutassuk, hogy ez a pálya milyen rendkívül sok színű volt. A vígjátékoktól a zenész szerepeken át, a nagy klasszikus szerepekig, illetve a kortás darabokban nyújtott előadásokat idézzük meg. A kiállítás kurátora azt mondja, Börcsökenikő 8-10 éves kora óta tudatosan készült a színészi pályára. A családban senki más nem kötődött a színházhoz, ennek ellenére azonban támogatták a törekvéseit. Három év Tízedes pályafutása alatt két színházhoz szerződött csupán, a Kaposvári Csiki Gergely és a Budapesti Víg társulatának tagja volt. Olyan előadásokban láthatta a közönség, mint a Koldus Opera vagy a Rómeó és Júlia. Rendkívül hűséges típus volt, bár a pályáját Kaposváron kezdte, ott töltött három évadot, majd ezt követően a Víg Színházhoz szerződött, és hát itt játszott el a legfontosabb szerepeit, illetve előszeretettel kirándult más színházakba, esetleg más városokba is. A Bajorgizi Színészmúzeumban látható kiállításon a művész több személyes tárgya is helyet kapott, így például a fésülködő asztala, amelyen egyik díja és a kalapja is látható. A cél az volt, hogy egyszerre mutassák be a színészt és a magánembert. A kiállításban éppen ezért egy jelmeze és egy saját ruhája is megtalálható. A színházhoz természetesen hozzátartoznak a jelmezek is, és volt olyan szerencsénk, hogy a Víg Színháztól kölcsön kaptuk Börcsökenikő egyik jelmezét. Molière az Urhatnám az Urhatnám polgárban játszotta a feleséget és hát ehhez tartozik ez a János Kuti Márta által tervezett jelmez. Illetve, hogy, hogy szimetriában legyen a kiállítás, így a családtól kaptuk kölcsön ő egyik civil ruháját. Talán ez is mutatja azt a sokszínű személyiséget, ami ő volt. Somogyi Zsolt kurátor elmondta, hogy a művész két transplantáción is átesett, a beavatkozások és az azokat követő rehabilitáció miatt pedig muszáj volt kényszerpihenőkre mennie. A színház és a közönség szeretete azonban mindig átlendítette ezeken a nehéz helyzeteken. A felépülését követően fontos feladatának tekintette, hogy hasonló problémával küzdő gyerekeken segítsen, ezért egy tábort szervezett nekik. Elég komoly hangsúlyt kapott a civil élete a betegségével, a vesebetegségével kapcsolatos emlékek, illetve a Becsvölgyei tábor, ez egy Zala falu, ahol a párjával éveken át szerveztek gyerekeknek képzőművészeti és színész tábort. A kiállítást egy 70 perces vetítés egészíti ki. Ebben Börcsök Enikő 14 előadásából láthatnak részleteket az érdeklődők. Többek között az augusztus Oklahomában vagy a Pesti Színházban játszott Mikve című előadások is megelevenednek.